A több mint 8 milliárd forint keretösszegű TOP plusz pályázat felhasználási tervét vitatták meg elsőként a képviselők csütörtök délután. Ez már a negyedik változat volt a kötelező módosítások után. Az új előterjesztés csaknem 400 millió forintot csoportosított át óvodafejlesztésekre és a Bervavölgyi Otthon szociális ellátására. Bölcsődefejlesztésre 30 millió forintot különítettek el. Mirkóczki Zita mintegy 150 millió forint átcsoportosítását javasolta szociális bérlakások kialakítására. A polgármester válaszában elmondta, egyelőre nem tudni, mikor érkezik uniós forrás, ezért lesz még lehetőség változtatni az összegeken, majd hozzátette, minden projekt fontos az önkormányzat számára. Több előterjesztést is tárgyalt az ingatlanok elidegenítéséről a közgyűlés. Dr. Csetneki Attila elmondta, nem szerencsés eladni az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségeket, hiszen bevételt termelnek a bérlők által. Mirkóczki Ádám erre úgy reagált, a bérleti díjnál fontosabbak az adóbevételek. A közgyűlés végül nem szavazta meg a négy üzlethelyiség eladását. A kertészúti parkolóház megbízási szerződésének meghosszabbításáról is tárgyaltak. Dr. Csetneki Attila az épület beázására utalva arról kérdezte a polgármestert, hogy milyen hibákat javítottak ki. Mirkóczki Ádám elmondta, mivel a kivitelező cég nem állította helyre a károkat, az ügyet jogi útra tereli az önkormányzat. Az előterjesztést megszavazta a grémium Dr. Csetneki Attila módosító javaslataival. A döntés értelmében 5 évre hosszabbítanak szerződést az üzemeltetővel, és napelemek is kerülhetnek az épületre. A kemping lakópark közvilágítási problémáját is megvitatta a testület. Keresztes Zoltán arról beszélt, az ott élők maguk fizetik a számlát, de jó lenne, ha a téli hónapokban ezt a terhet átvállalná az önkormányzat. A polgármester elmondta, ennek jogi akadálya van, hiszen magánterületen van a világítási rendszer, illetve a magyar villamos művek szerint egy műszaki akadály is lehetetlenné teszi az átvételt. Farkas Attila alpolgármester szerint a vállalkozónak kell úgy felújítania a közvilágítást, hogy az MVM és az önkormányzat át tudja végrevenni. A képviselők megszavazták a módosító indítványt. A testület támogatta, hogy az Egri Fertálymesteri Testület Szent István király emlékére oszlopot állítson a Tinódi Sebestyén utcában. Megszavazták továbbá, hogy okos zebra épüljön a Cifrakapu úton. Emellett módosították az egri buszmenetrendet, illetve a testület átvállalta 330 gyermek utazási költségét azért, hogy hetente úszás oktatáson vehessenek részt. A közgyűlés két sikeres fiatal sportoló anyagi támogatását is megszavazta. Szeles Bálint gátfutó, aki ott lesz a jövő évi párizsi olimpián, 1 millió forintot kapott, míg Szűcs Attila sakkozó paralimpiai felkészülését 500 000 forinttal támogatja az önkormányzat. Több sürgősségi indítványt is tárgyaltak. Az idén 30 éves Heves Vármegyei Sportmúzeumnak 1,5 millió forintot ítéltek meg. Az Egri Bor ünnep 4 millió forint többlet támogatást kapott. A Csányi Barna Vívóklub igényét hiányzó elszámolás miatt csak az októberi közgyűlésen bírálják majd el. A képviselők Orosz Lászlóné kezdeményezésére elfogadtak egy békepárti határozatot, amely arra kötelezi a politikusokat, hogy kerüljenek minden olyan nyilatkozatot, amely háborúba sodorná Magyarországot.